Köszöntöm a Sopron TV valamennyi kedves nézőit. Önök a Hajrá Sopron 2022. augusztusi első adását látják. Mai műsorunkban beszámolunk a 13. Vasfüggöny emléktúráról és a Páneurópai Piknik kerékpáros túráról. Stúdió beszélgetésünk témája kosárlabda, a vendégek a Soproni Darazsak Kosárlabda Akadémia vezetői lesznek, adásunk végén pedig összefoglalót láthatnak a Patent kispályás focikupáról. Jó szórakozást kívánunk! A 13. Vasfüggöny emléktúrát rendezték meg szombaton. A sportesemény része a Soproni Kilométerek kilométergyűjtő programsorozatnak. 13 és 21 kilométeres távon is indulhattak a nevezők. Idén is népszerű volt a Vasfüggöny emléktúra. Mind a 13 kilométeres, mind a 21 kilométeres távot túravezető segítségével teljesítették a résztvevők. A sportesemény nagy múltra tekint vissza, hiszen már 13 éve rendezik meg, mondta el Szeverényi Béla, a Sopronvárosi Szabadidősport Szövetség természetjáró szakbizottságának elnöke. 13 évvel ezelőtt a Hotel Sopron indítványozta a Lővér Turista Egyesülete felkérésével. Azóta a társaság felbővült a Fertőtáj Világörökség Egyesülettel, a Tálmány Erdőgazdasággal, a Szabadidősport Természetjáró Szakbizottságával, és hát a Lővér az alap, aki indítványozta az elején a túra programot. Első időkben a túráink a Vasfüggöny túrát, a útvonalát követték, kimentünk a piknik helyre, és a pikniktől vissza a Hubertuson keresztül jöttünk vissza a városba. Ez az idei évben annyiban módosult, hogy rövidítettünk valamilyen szinten a túrán, és a Tómalom partjától vissza a 56-os emlékhely, Hubertus turistaház és a Hubertus kilátó tercia vendéglő parkolóján át ér véget. Két távunk van, a 13 és a 21 kilométeres szakasz, mind a két túra egy útvonalon halad, a Hubertus turistaháznál válik ketté a két útvonal, a 21 kilométer az kimegy a határ szélre, a Vasfüggöny túraútvonalat érintve, és úgy fordul vissza a pirossávú jelzésen. A 13 kilométer az lerövidül annyiba, hogy nem megy ki a határig, hanem a Hubertus kilátó a Vasfüggöny emlékkő, és úgy jön be a városba. Szintén túrát szervezett az MTB Sopron Egyesülete. A Páneurópai Piknik kerékpáros eseményen a megemlékezés mellett a kerékpározás népszerűsítése volt a cél. A történelem és a sport fonódott össze augusztus 20-án a Páneurópai Piknik kerékpáros túrán. A Delta MTB Sopron versenyzői mellett számos érdeklődőt vonzott a sportesemény. Böhm Lajos, az egyesület elnöke kiemelte, fontos, hogy a kerékpározás népszerűsítése mellett közösségi élményeket is tudjanak nyújtani. Két évvel ezelőtt jött egy ötlet, hogy közösségi eseményt is kéne csinálni, és ebből jött az ötlet, hogy így augusztus 20-án csinálunk egy piknik kerékpáros túrát, ami Sopronból a piknik helyre ér át, és hát úgy néz ki, hogy ez nagyon nagy sikerrel sikerült tavaly is, meg idén is megrendezni. A célba érkezőket frissítővel és némi elemúzsiával fogadták a szervezők. A szórakoztatásért DJ Jokó felelt. A résztvevőket Csiszár Szabolcs alpolgármester is köszöntötte. Beszédében kitért arra, hogy nagy öröm, hogy a sportszervezetek és civil közösségek is megünneplik a Páneurópai Piknik és az államalapítás évfordulóját. Ma nemzeti ünnepünk van, ugye augusztus 20-a, ugyanakkor augusztus 19-e pedig a Páneurópai Pikniknek a 33 éves évfordulója volt, és ennek a kapcsán tulajdonképpen ez a Páneurópai Piknikhez kapcsolódó kerékpártúra. Nagyon örülünk, hogy ilyen kiváló közösségei vannak Sopronnak, ilyen civil szervezetek, akik ragaszkodnak a hagyományokhoz, megemlékeznek minden alkalom, amikor lehetőségük van, minden módon arról, hogy milyen tett történt itt Sopronban, annak idején 33 éve milyen történelmi cselekedet történt, és természetesen csatlakozunk a augusztus 20-ai ünnepség sorozathoz is. A túrát teljesítők a karszalagjukkal tombora sorsoláson vettek részt. Az értékes jutalmakat 500 ezer forint összértékben sorsolták ki.
Hölgyeim és uraim, kosárlabdával folytatjuk, mert hogy a közelmúltban tartotta a Soproni Darazsak Sportakadémia a szezonnyitóval hegybe kötött szezonzáró rendezvényét, illetve hír még azt gondolom, és nagyon fontos hír a női kosárlabdával kapcsolatban, hogy új kampusza lesz majd a Soproni Darazsak Sportakadémiának, hogy mit jelent ez a klub életében, az is kiderül a beszélgetésből. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Cukorné Hollós Anna szakmai igazgatót, illetve Molnár Balást ügyvezető igazgatót, és köszönöm szépen, hogy ellátogattatok ide a stúdióba. Köszönjük. Köszöntjük a kedves nézőket. És akkor kezdjük a szezonzáróval. Ugye ez már hagyomány évek óta, hogy tulajdonképpen a szezonzárót és a szezonnyitót is egyben tartja a Soproni Darazsak. Milyen évet zárt most az egyesület? Úgy gondolom, hogy jó évet zártunk. Ugye két fő feladatunk van, az egyik a tömegesítés, a másik pedig a minőségi kosárlabda oktatás. Azt gondolom, mindenki tudja, hogy az elmúlt két évben a COVID-19 járvány miatt az iskolák szinte bezártak előttünk, tehát ebből kifolyólag nagyon nagy nehézségeink voltak a tömegesítéssel, viszont rögtön májusban, amikor be tudtunk már menni, a testnevelés órákra elkezdtük ezt a fajta munkát újra, és ősszel erre ráerősítettünk, így borzasztó nagy öröm volt számunkra, hogy ebben a szezonban 100 első másodikos kislány kezdte el a kosárlabdát, ami több mint duplája az átlagos eddigi éveinknek, úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen sikeresek voltunk, és ezeket a lányokat meg is tartottuk, és reméljük, hogy a következő szezonban is folytatják a kosárlabdát. A minőségi képzésben pedig én azt gondolom, hogy az eredményeink azok, amik valamilyen szinten vissza kell, hogy igazolják a munkánknak a színvonalát. Ebben mindig első számú az, hogy a Sopron Basketban hány sportakadémista játszik. Azt el kell mondani, hogy 4 olyan játékos volt az Euroliga győztes Sopron Basketban, aki a tavalyi évben még sportakadémista volt. Ez Varga Aliz, Varga Sára, Sitku Zsuzsa és Cukor Dalma. Ezen kívül a felnőtt csapattal magyar bajnoki címet nyert Kókai Patricia és Molnárova Laura. Tehát ez a 6 játékos azt gondolom, hogy egyfajta mérő eszköz számunkra. Aztán természetesen a következő a válogatott játékosaink. Az U20-as válogatottban ott volt Sitku Zsuzsi, itt a Soproni Európa-bajnokságon, az U18-ason Ácsluca Fejfelvirág, az U16-os EB-n reményeink szerint a hétvégén indul Janzsu Aliz lesz ott, és hát egy nagy eredményt ért el az kosárlabdalány utánpótlás, az EOFON az ifjúsági olimpián, Besztercebányán 3. lett a magyar lány válogatott. Ennek részese volt Vasi Hanna és Völgyi Lili. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen mutatja, hogy jó úton vagyunk. Egy ilyen szezonzáró eseményen értékelitek és díjjal elismeritek a jobb játékosokat, illetve edzőket is, ugye? Igen, természetesen ez már hagyomány, hogy díjazzuk a legjobb darázs edzőt. Ő ebben az évben Seres Éva. Aztán a legjobb kis darázs edzőt, akik az U14 alatti korosztályokban edzősködnek. Itt Rinkofel Alida nyerte el ezt az elismerést. Aztán a legszorgalmasabb darázs, aki Céberer Bakócai Réka lett, illetve ebben az évben kiadtunk egy új díjat, aminek szeretnénk ugyanúgy hagyományt teremteni, ami nem az edzőket és nem a játékosokat díjazza, hanem a mai kosárlabdában és a sportakadémiában a hátteret, ami már nagyon nagy léptékű, nagyon sok munkatárs és egyéb sportszakember segíti az edzők és a játékosok munkáját, és ezeket szeretnénk díjazni, úgyhogy ebben az évben Perlaki Mónika kapta meg ezt a díjat. Kiemelte a szakmai igazgató, hogy tulajdonképpen 6 játékos is, 6 darázs is ott van a felnőtt csapatban, ami azt gondolom, hogy mindenképpen elismerés annak az utánpótlás munkának, ami itt zajlik a Soproni Darazsaknál. A tehetséggondozásnak különösen nagy szerepe van, kérdezem az ügyvezető igazgatót, hogy milyen szerepe van, mennyire figyel az akadémia a tehetségekre.
ezek szerint nagyon jól ki tudja válogatni. Igen, azt gondolom, hogy itt egyébként két kérdést, sportszakmai és infrastruktúrális kérdést is említhetünk. Az, hogy a Sopron Basket tavalyi szezonjában 6 sportakadémiai növendék szerepelt, azt gondolom, ez a produktivitás tekintetében mindent elmond, és azt viszont fontosnak tartjuk, hogy ezt a fejlődést, ezt a pályát, ezt tudjuk tartani. Itt a világjármegy az elmúlt 1-2 évben nehezítette abban a tekintetben a munkánkat, hogy azt a fajta speciális tehetségkutatást, kiválasztást, amit az egész működési régiónkban képzelünk el, és valamilyen szinten a fenntartó is feladatunkul szab. Ezt nem tudtuk maradéktalanul végrehajtani. A soproni kiválasztás, toborzás az helyel közel működött. Ettől a szezontól erre egy külön hangsúlyt fektetünk, egy jelentékeny létszámú szakmai stáb fog azzal foglalkozni, hogy a nyugat-magyarországi régióban, a működési területünkön iskoláról iskolára, preakadémiai központról preakadémiai központra tételesen, tematikusan járjuk végig azokat az alapfokú és középfokú oktatási intézményeket, ahol a minőségi tehetségkutatást, azt a kiválasztást végre tudjuk hajtani, ami megalapozza azt a sportszakmai munkának a sikerességét, hogy megfelelő alanyok kerülhessenek a sportakadémiánkra. Hogyha már említettük az infrastruktúrát, akkor egy komoly mérföldkő az akadémia életében, hogy elkezdődhet a kampusz kivitelezése, építése. Miről is van szó, ugye több médium is beszámolt arról, hogy tulajdonképpen egy jelentős épületkomplexum fog megvalósulni, ami minden tekintetben újabb fejlődési szintre emelheti a Soproni Darazsakat. Így van, ez egy nagy büszkeségünk, és nagy örömmel folytatjuk és vezetjük ezt a projektet. Ez részben egy városrehabilitációs beruházás is, hiszen a belváros szívében, a Papréten újul meg egy épületkomplexum, illetve bővül új épületekkel. Közel 4000 négyzetméteren fog létrejönni terveink szerint 2024 végére, 2025 elejére a Darazsak Sportakadémia kampusza. Ez magában foglalja azokat a sportkollégiumi infrastruktúránkat, amelyeket már az előbb említettem, hogy a tehetségkutatás és kiválasztás kapcsán szeretnénk egy bentlakásos intézményt létrehozni. Itt tudjuk a sportmenza szolgáltatásunkat hosszú távon végrehajtani, illetve oktatótermek, oktatóközpontok, előadótermek jönnek létre, illetve a regenerációs és rehabilitációs tevékenységet, a gyógytornát, a korrekciós tornákat szeretnénk a létesítményben folytatni, és természetesen a folyamatosan bűvülő háttérstábunknak iroda infrastruktúra létesülne. És mindez azt is elősegíti, hogy még több tehetség kikerüljön a Soproni Darazsak Sportakadémia gondozásából. Igen, természetesen célunk, hogy elsősorban a régióból, de országos szinten is a kiemelten tehetséges gyerekeket a sportakadémiánkra, és ezen keresztül hosszú távon Sopron Basket csapatába tudjuk integrálni, beépíteni. Ehhez természetesen elengedhetetlenek ezek az infrastruktúrális hátterek. Ez egyébként a sportakadémiák tekintetében 3 kategóriából, ez a középső, a második kategóriás sportakadémiai minősítés elérését jelenteni. Kezdődik az új szezon, hogy milyen tervei vannak az akadémiának, kiderül. Az már minden esetre egy nagyon jó hír, hogy szép eredményt értek el a soproni sportdarazsak a nemzetközi gyermekjátékokon nemrég. Igen, bronzérmet nyertek, úgyhogy nagyon örültünk ennek az eredménynek is, hiszen minden nemzetközi megmérettetés egy óriási tapasztalás mind az edzőinknek, mind a lányoknak, úgyhogy szeretjük is kihasználni és keressük ezeket a jó minőségű, magas szintű nemzetközi versenyeket. Mik a célok, a tervek az idei szezonra? Ugye a mi szakmai irányelveink, illetve a szakmai útunk, az mindig két felől kapja az instrukciókat, hogy mi az, amit jobban kell csinálnunk, és mi az, ami fele kell haladnunk. Az egyik az a felnőtt csapatnak a visszacsatolása. Ebben nagy segítség már nekünk Gáspár Dávid, aki most már másodszor tartott májusban a 15 legtehetségesebb játékosunknak egyéni képző 3 hetet.
az ő visszajelzése, illetve az országos döntők mérkőzéseinek mérkőzéseit látta, és azokból a visszajelzések adnak egyfajta iránymutatást. A másik pedig egyértelműen az Euroliga, az Európai Női Kosárlabda, illetve az Amerikai Női Profi Bajnokságnak az iránya. Ezeket kell nekünk követni, és nyilván ezeket kell lebontani a saját szintünkre. Úgyhogy mindenképpen ami következő évi feladatunk, az a képzésnek, a képzésversenyzés arányát szeretnénk a képzés irányába eltolni, illetve mindenképpen a fiús elemeket, kosárlabda technikai elemeket még jobban behozni a játékunkban, mint ahogy eddig volt. És tegyük még ehhez hozzá, hogy ennél nagyobb motiváció nem is létezik mondjuk a tehetségek meg a fiatalok számára, mint az, hogy itt Sopronban működik Európa legjobb női kosárlabda együttes és klubja. Én azt gondolom, hogy mindenki irigyel minket, és a saját gyerekeinknek nagyon sokszor ezt mondjuk, hogy ne gondolják, hogy ez normális, tehát hogy ez egy olyan áldott állapot, amit nekünk ki kell használnunk, és én azt gondolom, hogy ezzel mi élünk is, és a mindennapokban folyamatosan kihasználjuk, hiszen óriási motiváció nekik, és van honnan példaképeket választani, és én azt gondolom, hogy a mai fiataloknak a legfontosabb, hogy tudjanak példaképet választani, és az irányítsa őket ezek a példaképek. És azt látni, hogy évek óta nagyon komoly szakmai háttérmunka zajlik, nagyon, nagyon komoly a szakmai háttér, meghozta ugye a tavalyi év a gyümölcsöt, és valóban Euroliga győztes lett a Sopron Basket, de az idei évre is gondolom én ezt határozott törekvés, hogy a szakembereket minél magasabb szinten képezze a Sportakadémia. Így van, mind a szakemberképzés, mind a sportakadémián pallírozódó tehetségek nemzetközi versenyeztetése kiemelt feladatunk a sportakadémián. Nagyon jó hírekről tudunk beszámolni abban a tekintetben, hogy a sportszakembereink közül jó néhányan komoly tanfolyamokat, kurzusokat és felsőfokú képesítéseket szereztek az elmúlt időszakban, vagy fejeztek be ezen a nyáron, és például említhetem Kaltenekkel Andrást, aki a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség, a FIBA legmagasabban jegyzett edzői diplomáját szerezte meg ezen a nyáron, de folyamatos ez a fejlődés és tanulás sportszakembereink tekintetében. Most például a gyógytornász részlegünk szinte minden tagja fog különböző képzéseken részt venni, illetve a másik rész, amit említettem, ez a nemzetközi versenyeztetés a Sportakadémia tekintetében. Itt úgy tűnik, hogy az elmúlt két év kihagyása után meg fogjuk tudni rendezni azokat a nagyszabású nemzetközi tornákat, a bajnokok tornáját U18-as korosztályba ősszel, illetve ugyanezt a tornát U14-es korosztályba, ahol Európa legjobb bajnokcsapatai az adott korosztályba jönnek hozzánk. Ezek egy-egy hetes tornák 8 résztvevővel, ezek nagyon komoly szakmai megmérettetések és fejlődési lehetőség a sportakadémiánkon lévő játékosoknak, úgyhogy minden célunk az, hogy ezeket a nemzetközi versenyeztetéseket meg tudjuk teremteni, illetve azokat a partneri kapcsolatokat, amelyeket szerte Európába ápolunk, Spanyolországtól Lettországig, azokat pedig ápoljuk, és úgy tűnik, hogy erre is lesz lehetőségünk. Célunk az, hogy minden versenyző korosztályunk legalább egy, de lehetőség szerint két nemzetközi megmérettetésen részt tudjon venni. És ami még örömteli, hogy nagyon-nagyon sok fiatalt foglalkoztat a Soproni Darazsak Sportakadémia, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog. Persze nem lehet mindenkiből profi, ott a cél, de az, hogy fiatalon ilyen jó közegben tudnak sportolni, az mindennél fontosabb. Igen, úgy gondolom, hogy ezt a szülők is tudják, és nem véletlenül választják a kosárlabdát. Ugye nagyon sokszor még a szülő választja a kisgyerek helyett a sportot. Mi egy közösség vagyunk, aki gyakorlatilag megvédi a fiatalokat a mai világ borzalmaitól, és a személyiségüket, a testüket fejlesszük. Tehát én azt gondolom, hogy akiből nem lesz válogatott élsportoló, kosárlabdázó, az is aztán úgy fejezi be az utánpótlás karrierjét, hogy
nagyon sok mindent kapott és visz magával az életbe, és nagyon sokszor visszanéz arra, hogy én beszélgetek velük, hogy mennyire, egyrészt mennyire jó volt, mennyi élményt adott az a karrier története, a másik oldalon meg mennyi segítség a mindennapi életben már nekik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyrészt élsportolókat is nevelünk, másrészt pedig egészséges, az életre való vidám fiatalokat. Kezdődik az iskola, az új tanév, jelentkezni lehet hozzátok? Hogy zajlik így a toborzás az év elején? Már 10 éves rutinunk van ebben és hagyományunk, a sportiskola fiúkkal, a Sopron Basket és SKC felnőtt játékosaival járjuk végig az iskolákat, és ott próbáljuk a gyerekeknek bemutatni a kosárlabdát, és kedvet csinálni nekik. Én azt gondolom, hogy ez évről évre meghozza a gyerekeket. Ugye utána jön a következő feladat, hogy meg is kell tartani ezeket a gyerekeket, meg kell velük szerettetni a kosárlabdát, és elköteleződni kell a kislánynak is, illetve a családnak is, és tartozni hozzánk, és akkor innentől kezdve ez már megy magától. Gratulálok az eddigi sikerekhez, és az új szezonra is nagyon-nagyon szép eredményeket kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt volt Cukorné Hollós Anna szakmai igazgató, illetve Molnár Balázs ügyvezető igazgató a Soproni Darazsak Sportakadémiától. Köszönjük szépen! Köszönjük a lehetőséget! 17 csapat, 4 csoportban mérkőzött meg az idei 35. Soproni Patent férfi kispályás labdarúgó tornán. Az ország több pontjáról, illetve Felvidékről is érkeztek csapatok. A kétnapos rendezvényen a csoportmérkőzések után a kieséses rendszerben 8 csapat jutott tovább a patentkupáért folytatott harcban. A legjobb 4 közé nem jutott csapatok a kékfrankos kupáért folytathatták a versenyt. A nagy múltú esemény már 3 évtizede fogadja a kispályás foci szerelmeseit, mondta Elcsiszár Szabolcs, Sopron alpolgármestere. 35 éve megszervezni egy labdarúgó tornát minden évben, ilyenkor augusztus 20-án a nemzeti ünnepünkön. Ez önmagában hatalmas dolog. Egyrészt azért, mert a tradíciókhoz is ragaszkodunk, hiszen ugye a hagyományokhoz hűek vagyunk Sopron kimondottan, és a Sopron Városi Szabadidősport Szövetség hűen tükrözi a tevékenysége azt, hogy igenis ragaszkodik nem csak a sporteseményhez önmagához, hanem ahhoz, hogy ezt ilyenkor szervezzük meg. Nagyon nagy büszkeség az, hogy minden évben sikerül, még így a pandémia után is sikerül mindig annyi csapatot összehozni, hogy egy igen sikeres tornát rendezhessünk meg. Én úgy gondolom, hogy már csak azért is sikeres, mert nem csak Sopronról szól ez a torna, hanem bizony Felvidékről, Dunaszerdahelyről is van itt csapat, de az ország számos más városából is részt vesznek. Én azt gondolom, hogy a városunk gyönyörű, lehetőséget ad arra, hogy a tornán kívül is az emberek tudják élvezni és egy kicsit beszívni városunk illatát, körülnézni itt a gyönyörű Soproni hegységben, vagy akár a belvárosban is ezeket a programokat, amiket mi itt a soproniaknak és a Sopron környékeknek szervezünk, azon részt tudjanak venni. A megmérettetés idén is jól zajlott le, sok nevezést fogadtak el a szervezők. 17 csapat nevezését tudtuk elfogadni a hagyományos tornánkra. Én úgy gondolom, hogy színvonalas volt, a korábbiakhoz képest talán még családiasabb, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a torna elérte a célját, amiért mi ezt fenntartjuk. A találkozók jó iramú barátságos összecsapásokat hoztak. A kékfrankos kupa döntőjét a Partizán Beokád nyerte. A patentkupán 3. helyen végzett az Aramis Söröző Sportuszoda. 2. lett a Bezzekkert, a legjobbnak pedig idén is a Szemérem Ajax bizonyult. Most pedig nézzük a hét sporteseményeit. Nyárbúcsúztató teniszkupát rendeznek a hétvégén. Péntektől egészen vasárnapig tart a megmérettetés. A papréti sportcsarnokban az ökölvívásé lesz a főszerep. Szombaton a soproni Pofon Partin a megmérettetést a Soproni Ökölvívó Klub rendezi. Köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottak, kövessenek minket a Facebookon és az Instagramon is, Sopron Média néven. További jó szórakozást kívánunk, mindent bele, hajrá Sopron!